A Mi Hazánk ifjai már többször megszólalt a gyakorlatilag megfizethetetlen jogosítványokkal kapcsolatban, illetve amellett, hogy tegyék ingyenessé a jogosítvány megszerzését a fiatalok számára, hiszen manapság már több százezer forintba is kerülhet egy B-kategóriás jogosítvány, melyet sem a fiatalok, sem pedig a családjaik nem tudnak egyszerűen megfinanszírozni. Örömmel fogadtuk tavaly augusztusban a kormány e felé tett lépéseit, ugyanis egy salátatörvény részeként benyújtottak egy ezt a követelésünket kielégítő javaslatot. Ezután egy darabig semmilyen tájékoztatást nem lehetett hallani ezzel kapcsolatban, majd március 14-én majdhogy nem a semmiből jött a hír, mely Tuzson Bence igazságügyi miniszter Facebook bejegyzéséből derült ki, miszerint szeptembertől jön az ingyenes jogosítvány a középiskolások számára. Sajnos ezt még aznap helyreigazította, hogy mégsem úgy, mégsem akkor, mégsem abban a formában valósítják meg. Többek között ez is bizonyítja a kormány semmitmondó politikáját, és azt, hogy igazi megoldások helyett csak ígérgetnek. A Mi Hazánk és a Mi Hazánk ifjainak továbbra is határozott célja, hogy a kormány tegye lehetővé az ingyenes jogosítvány szerzést a fiatalok számára, és ne üres ígérgetésekkel áltassa őket, hiszen ezzel az intézkedéssel a diákok későbbi munkavállalását könnyítenék meg.